Sőt, ezt a csokoládét szózt a gyerekek üdv a csatornán képen jelentkezik egy ilyen, hogy mondjam, egy modtest videóval, mivel szembe jött velem egy ilyen modifikáció, ami nem is egy modifikáció, hanem konkrétan egy DLC-nek nevezhető dolog, egy ilyen moderek által, vagy egy moder által összerakott DLC, amit úgy gondoltam, hogy meg kellene néznünk, így közösen. Kíváncsi vagyok nagyon rá, egy plusz dolgot rak a játékmenetbe, ami egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog, és egyébként ne tévesszem meg benneteket, a map az a No Man's Land, teljesen mindegy, hogy milyen mapon is kezdenünk, leginkább úgyis építkezni fogunk. Kapásból kellene becsítelnem magamnak egy csomó lóvét, hogy legyen bőven, mondjuk egy 500 millió, és akkor utána kéne vennünk magunknak egy-két földet, hogy mégis úgy lássuk, hogy igazából mi is ez. Úgy gondoltam, hogy itt... Jár nekünk a kemény munka kifizetődött, becsiteltük magunknak egy csomó lóvét. Na nézzük, hogy melyik földet kellene megvenni. Azt gondolom, hogy itt az 55-ös, 56-os földet megveszük magunknak, és akkor utána már is tudok itten kipróbálni dolgokat, gyerekek. Vásárlás, igen. Vásárlás... Igen, sőt, lehet, hogy itt, ja, ennyi elég lesz egyelőre. Az 55-ös, 56-os földet megvettem, jó, itt az 56-oson még ki tudjuk próbálni a dolgokat. És hát igazából az indexképből, meg a címből szerintem kiderült számotokra, hogy ez a mod nem más, mint egy ilyen cannabis DLC, ami egy csomó minden tartalmaz, mármint tényleg van egy csomó dolog, amit így lehet csinálni, hát leginkább cannabis termeszteni és terjeszteni, főleg az építkezéseknél van egy csomó épület, de azon kívül is van még egy csomó minden elérhető. Mindenképpen szeretném kipróbálni ezeket. Kapásból egyébként, amint meglátjátok, van itt a termelés, az állatok, a dekoráció, a tereprendezés, és van egy plusz fül Cannabis DLC néven, és azon belül van Groovehouse, ugye, mármint ilyen növekedő, van ilyen processing, ami... Nem pontosan tudom, micsoda. Ja, ezek ilyen izék, ilyen tudjátok, ilyen gyárak szinte. Vannak silók, vannak sztórok, ahol ugye el lehet adni. Még izé is van, automatában is el lehet adni, gyerekek. Ja, nem, itt vannak a gyárak. Jézus Mária. Cannabis olajat is lehet csinálni. És izé is, és sütit is lehet. Füves sütit is csinálni. Oh my god. Oh my god. Cannabis Doghouse, meg mindenféle. Egyébként ez egy ilyen nagyon kiterjedt dolog, de úgy gondoltam, hogy akkor nézzük meg mondjuk az egyesével az épületeket. Elég érdekes ez a nézet. Miért ilyen ez a nézet? Furcsa néz ki. Na. Igen, ide be kell hoznunk dolgokat, és abból lesz nekünk különböző dolog. Ez a elem betöltése, ez a Cannabis Groove Sheet. Ami elvileg így lehet, ha itt egy izét kell behordanunk talán. Ugye megnézzük, hogy mit. Veszünk egy-két dolgot, és akkor így végignézzük, hogy mik ezek. Jó, ide az út mellé így lerakom. Mondjuk akkor rakjunk ide egyet. Nézzük meg, hogy ez mi. Aha, van izé is. Van üvegház is, kanabiszt, amiben megtermeled. Van kicsi, nagy. Van ilyen komplex, amelyik ilyen böszme nagy. Gyerekek, rakok le, néhányat rakunk le, aztán megnézzük igazából akkor, hogy épül fel ez az egész, mert amúgy érdekel ez a dolog, hogy ez mégis mi akar lenni. Ezt ide mellé merjem rakni. Jó, Sanyik elkezdett csipoltatni különböző játékokat. Ide végig rakjuk, aztán megnézzük. Figyeljetek most ezek, viszont azt, hogy ilyen kis... mondjuk ilyet is rakok le, nézzük meg ez is. Mert ugye ebből van olyan, hogy kicsi, nagy, közepes... De rakjunk egy nagyot, azt meglátjuk, hogy igazából mi ez. Jó, gyerekek? Itt ugye akkor kimaxoltuk? Több nincs. Van ez a processing, ami érdekes. Van, úgy látom, hogy szárító. Van ilyen, mi ez? Úristen, van ilyen klón. Klónozó terem. Cannabis klónozó terem. Hát ez fogalmam sincs, hogy mi, de rakunk le egyet azért, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy mi az akar lenni. Van szárító, cannabis szárító, ami, nem tudom pont, hogy kellene, rakjuk így, és itt elvileg meg tudod szárítani, ugye? Van olyan, ami meg ilyen trimming, tehát ilyen, ami vágja. Fú, gyerekek, itt aztán van itt minden, mind a bucsukban. Van csomagolóüzem, packing.
csomagolózzám, kanabisz csomagolózzám, ezt meg szerintem ide átrakjuk a másik oldalra, és minden együtt megnézzük, hogy mégis ez hogy működik, jó srácok? Csomagolóüzemünk van, és van nekünk, hát ez meg mi a szar? Seed extractor. Ez talán válogató? Ilyen magválogató, vagy valami ilyesmi? Jó, ezt is lerakjuk. Vannak a silók, ugye, amiben tudott tárolni. 42 millió literes. Van 42 ezer literes, 42 ezer literes. Igen, ez növelő. Buy station. Lehet venni. Van vízelosztó, ugye? Külön vízelosztó neki. Hát igazából ez csak annyi, hogy ilyen síló. Különböző méretűek. Hát azért lerakunk egy ilyet is, a legnagyobbat nem, mert az bőszme nagy. Nézzük a store-okat. Elvileg ugye vannak akkor boltok. Boltokat rakjuk valahova máshova, már ne ide rakjuk mi közvetlenül. Mondjuk rakjuk ide az utcélére, bár ez már lehet, hogy nem az én területem. Akkor rakom ide, megnézzük a boltokat. Milyen komplex boltok is vannak, amik, ahol ugye árulhatod. Shopok. És várjatok, majd mindjárt erről beszélünk, hogy legális, nem legális, meg hogy miért van ilyen mód bemutató, mert ha úristen, mert rossz. Gyerekek, nagyon sok országban, például most Németország legalizálja, ugye, a cannabis fogyasztást. Attól fél, hogy Magyarországon éppen illegális, attól még csomó országban legális. Szóval, de most egyébként nem kanabiszt fogunk elszívni, annak ellenére is, hogy csomó országban legális, de én nem akarok erről a vitát nyitni, hogy most, hogy jó vagy nem jó, szerintem az alkohol egy kevés, semmivel nem rosszabb, de egyébként persze ne szívjatok kanabiszt. És ez mi ez? Igen, és van izé, van valami masina. Ezt is megnézzük. Ide lerakjuk, oké, ide rakjuk a boltokat. És akkor megnézzük egyébként, egy komplett izét ki tudsz így alakítani. Úristen! Szólj, azt a betyár, mi az állat ez, gyerekek. És itt is tudsz valamit gyártani ebből. Ja, igen. Aha, izét tudsz, mondjuk úgy látom, hogy trágyát tudsz gyártani hozzá. Jézus, úristen. Tudsz hozzá valami nem tudom, permetszer, vagy mi ez akar lenni. Tudsz sodortatni, ugye, cigisodró üzem, gyerekek, érted? Ez nagyon beteg. Van, ugye, sütöde, úristen, ezek hatalmasak. Gyerekek, egyébként durva ez a pak. Sütöde, kanabisz olaj gyár, tehát kanabisz olajat tudsz gyártani, THC olajat. Mi van még? Van izé, mi ez? Honey Club. Ez valami méz. Aha, ebből izét tudsz gyártani. Nem tudom, ilyen mézet. Nem hiszed el, úristen. Fabric Factory, nem tudom, itt valamit tudsz belőle csinálni. Cannabis beviszed meg gyapjút, és akkor lesz belőle valami csoda, valamilyen dolog. Úristen, hát azt mondom, hova rakjam, gyerekek. Mindjárt megnézzük az összeset, jó srácok? Van, ez nem tudom, ja, ez ilyen izé, csokit kell bevinni, cukrot kell bevinni, és ilyen snack lesz talán, vagy nem is tudom, mi lesz belőle, látjátok, ilyen Starbucks-os cucc. Ilyen Starbucks-os, ilyen akármi. Van, nem tudom, ilyen tejet kell bevinni, kanabiszt kell bevinni, és akkor lesz belőle ilyen kanabiszos tej, meg talán nem tudom, az valami sajt. Jó, oké. Kicsit elrúgták a pöttyöst a készítők, nem? És akkor van még ilyen extrák, amik igazából csak ilyen kis decoration-ek, ahogy látom. Például nem tudom, a kanabiszos kutya az milyen. Azt meg kell nézni, gyerekek, azt muszáj. Úristen, annyit mindent leraktam, hogy nem tudok elférni már. Na, ide rakjuk a kanabiszos kutyát, megnézzük, hogy az mi akar lenni. Nem tudom, így mondjuk. Oké. Van izé, flag. Van. Szign, mármint ilyen
minek nem elég? De ez mi az, hogy vízi a pénzünket? Vagy pénzt hoz be vagy víz? Mondom, 10.080-at valami víz vagy hoz. Ha ezt lerakom, akkor hoz. Aha. Ez micsoda ez? Campsite. Ilyen füveseknek a campsite-ja, beszavasz. Ez is nagyon durva. Csak itt már annyi minden van, hogy már nem tudom hova rakni. Oh my god. Ide tudom rakni campsite. Van ilyen zászló, ugye. Mi van még valami? Szerintem ennyi volt. Ennyi volt. Ugye itt megnéztük talán az összeset. Megnéztük az összeset. Meg még... Jól olaj az a géppel, a gyerekek, vettünk mindent is. Mindjárt megnézzük, de még megnézem, mert elvileg a járművek között is van. Ó, van, terítőjármű hozzá. Mindjárt megnézzük, miket tud vinni? Ez igazából mindent tudsz vele vinni, de gondolom, ilyen kanabiszos cucc, de nézd meg, mennyi fajta dolog van. Rengeteg dolog, plusz ilyen van. Mindjárt megnézem, hogy ezt esetleg lehet-e. Aha. Mi történt? Ja. Postmaster, aha, igen, és ilyen ízés, és van ilyen. Figyelj, tudsz rá ilyet akasztani, GPS-re, igen, jó, alapszín. Tudod, hogy zöld legyen. Ó, gyerekek, nagyon, oda nézzél! Hát ez nagyon adja, és benne van a íze, benne van a szút. Tök jó, rendszámtábla, jó, más nem lehet rajta. Veszünk egy ilyet, meg megnézzük igazából, mik vannak még ehhez a dologhoz. Hát ilyen cannabis szállító, ez ugye, ez egy ilyen tipikus utánfutó, szerintem csak át van módolva. Igen, majd van egy pautkacsink is, ami gondolom van cannabis DLC is üzébe, dekorációban, lehet, hogy ott mondjuk ott van mögötte, ugye? Nem, igazából itt ezt nem látom, hogy nagyon. Nagyon sok minden változott volna. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Ez a TLC. Mondjuk azt nagyon kíváncsi vagyok a belsejére, mert lehet, hogy a belseje változik. Na majd mindjárt megnézzük, jó gyerekek? Azért veszünk egy ilyet, meg veszünk hozzá egy nyergeset, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi változott. Ó, aha. Ez ilyen ömlesztett cuccot tud vinni. Hát ebből nem veszek, mert igazából látjuk. Diesel trailer. Ami, igen, sima dízzel tud vinni. Érdekes. Jó. Ennyi, úgy látom ennyi a jármű. Itt talán ide nem is került, szerintem nem került. Igen, ennyi, amit lehet venni. Épület rengeteg van, jármű az annyira nincsen, viszont kellett volna vennünk, hogy hogy ki tudja nyitni a hátulját, egy terrautót. Igen, más nem került be egyébként. Ezt csak azért veszem meg, hogy lássuk. Nagyon érdekes egyébként, tök durva, hogy ilyen nagyon-nagyon kiépült rendszer az egész. Tehát nem csak annyit raktak be, hogy na most van egy ilyen groove house, ahol tudod termelni, és akkor azt eladod, hanem egy ilyen komplett, szinte mint egy komplett DLC tényleg úgy működik, és nem túlzás azt mondani neki, hogy DLC. Igaz, hogy ez egy ilyen fan-made dolog, tehát nem eredeti, nem hivatalos, úgymond. Nézzük, miket tud ő. Azt akkor arra gondoltam, ki lehet nyitni a hátulját, de úgy lát. De, ki lehet nyitni a hátulját. Jaj, de jó. Aha, ki lehet nyitni. Nagyon jó. Ez nagyon adja. Várjál! Az oldal ajtót is ki lehet. Aha. Ez tök ász. És várjál már, mit akartam? De hülye vagyok. Ez mi az old C? Ja. Jó, mondom ennek, ha? Na, ugye félreállok. És akkor igen, és akkor ide be lehet pakolni szépen. Ez tök jó. És meg ugye már ott van a idő, ott a növény. Más nincsen, úgy látom. Ennek a belsejében meg tudok, kíváncsi vagyok, bele tudok-e nézni, vagy valami. Mert igazából kívül ugye nem változott semmi. Arra vagyok kíváncsi, hogy a belseje milyen. De nagyon fun, és egy csomó, mennyi épület van, tök jó. Szerintem ezt tök jól összerakták. Akárki készítette. Nem mondod még a izé is? Figyeljetek, még a kinézetem, nincs külső nézet, izém. Még a kinézetem is tök illik hozzá, mint aki ilyen keveri a cuccot, tudjátok. Na nézzük meg, hogy ezt ki tudom nyitni. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy ki lehet nyitni a hátulját. Á, nincsen benne semmi. Azt hittem, hogy valami laborszerű, vagy valami így bele készítették, de nem. Na. Várjatok, vegyünk már valami izét.
valami kis járművet, amivel körbe tudom járni, de szerintem az egyéb... Nem, hol van? Autóknál van valami kis gép kellene nekem, amivel így körbe tudnék futni. Na, egy ilyen jó lesz nekem. Ugye megnézzük, hogy milyen ez DLC. Hoppá! Oké. Okay. És megnézzük akkor, hogy mi van. Mi van itt? Hogy van itt? Kíváncsi vagyok, hogy az épületek belül is ki vannak-e dolgozva, hogy vannak megcsinálva. Mert szerintem egyébként van olyan épület, amit be lehet menni. Na nézzük, hogy mi ez. Na, van egy ilyen klónozó. Ez nem tudom, hogy egyáltalán mi akar lenni. Igen, van. Na, van a kanabiszos kutya. Az milyen? Snoop Dogg? Vagy mi akar lenni? Hát ez semmi extra, úgy látom. De mi ez a izé? Várjál. Turn light on. Fölött neki kapcsolni a villany. Nem mondod, hallod? Nem mondod. Ez nagyon ott van, nem? Ott van egy kicsi disznó. De miért van ott egy kicsi disznó? Talán megtörtése. És arra gondoltam, hogy nem-e az, hogy izé lesz. Állatsimogatása. Nem-e az, hogy kanabisszal töltöd meg, de nem. Lol. Jó, oké. Okay. De az, hogy izé föl lehet kapcsolni a villanyt a belül, ez kevés, az jó. De várjátok, ezt megállítom, az még csomagolunk. Jó, hát valószínű, hogy most nem fogok tudni én nekiállni termelni, meg mind ilyesmi. Igen, open door. Na erre voltam kíváncsi, gyerekek, azt a betyár. Hallod, itt aztán, na, itt nem kis pályáztak, gyerekek. Pillanat föl lehet kapcsolni. Na, mi van itt? Ez mi? Elevator. No. Jaj, van felső szint, azt a betyár, na tessék. Na igen, erről beszélek, amikor egy hogy ez nem véletlenül... Ez ilyen klónozó valami, itt tudod megcsinálni a kicsi töveket, ugye? Mi van még itt? A sebességnövelést meg a csökkentést azt ne nézzétek. Ha itt tudod klónozni konkrétan, itt is fel tudod kapcsolni, meg le tudod kapcsolni a lábát. Ugye a kicsi töveket, itt gyakorlatilag itt a palántákat, na, a palántákat tudod itt megcsinálni. Nagyon jó. Itt mit lehet? Várja. Pont mentett. Igen, itt van, hogy mi kellene ide hozzá. És kimenőte. És kanabisz, mi ez? Palántákat tudsz itt izélni. Palántákat tudsz itt létrehozni. Nagyon durva. Termelési látszó. Végig megyünk mindenem, most ugye... Ez mi? Itt is valami lámpát fölkapcsolni. Meg itt is. Bár lehet, hogy a fény az konkrétan kell hozzá, tudjátok, hogy ez... Á, itt vannak a kicsi palánták, nézd már, így bújnak ki. Nem mondod, ez nagyon ott van. Ki lehet nyitni az ajtót? Testvérem, az izé UV lámpa alatt mi? Mi gyerekek? Valami fennforgál. UV lámpa alatt benne fityeg a izé. Ja, és erről szedjük a magokat, gondolom. Gyerekek, ez azért ott van. Ez azért meg van csinálva, nem? Megvannak a lámpák, szellőztetés, ez nagyon ász. Megnézzük ezeket, jó, hogy ezeket az épületeket. Jó, menjünk végig itt az út mellett. Pöszme jó, komolyan mondom. Ez mi ez? Jaj, kitörtem, bocsánatot kérek. Itt is ki lehet nyitni? Aha. Jaj, ez meg a következő helyiség, basz, ide kell behoznod a cuccot, nem mondod. Ugye ide kell behoznod a dolgokat, és itt termelődik. Na, menjetek a franc. Látjátok, egy ilyen épület milyen szépen ki van dolgozva, és van, hogy 30 darab épület. Na nézzük a következőt, hogy mi ő. Ez mi volt ő? Gyerekek, mi volt ő? A szárító. A szárító. Itt kell szárítanod. Itt tudod szárítani. Nagyon durva. A szárító. Ja, ezt most bezárom, nem akartam. A szárító helyiség. Fő van lógad, vagy szárítod. És akkor várjál. És igen, ide kell a learatott kanabiszt ide behozod, és utána ide tudod kivinni a szárított kanabiszt. Négy izéből lesz
kettő és fél szárított. Á, ez hülye, hülye. Ez meg bolondok azzal, akik ezt csinálták komolyan. Ez brutális, hogy ilyen szinten megcsinálják. És akkor ide csak annyi, hogy behozod a jövőt, és utána el tudod vinni a készet. Brutál, nem tudom, hihetetlen gyerekek. Na itt meg, ez mi volt gyerekek? Ez mi volt? Itt is világítást tudsz kapcsolni. Ez nem a, ez a daráló lesz. Eliszed? Ez mi? Itt tudod bekapcsolni? Beszart, bazzak. Komolyan mondom, gyerekek. Beszarsz. És itt mindjárt megnézem, várjál. Dízel kell ide, és a szárított kanabisz, és akkor utána lesz neked trimmed kanabisz. Meg van olyan, ez, meg ez a vészt, ez meg gondolom, ami elveszik már, mint ilyen, ilyen hulladék, hulladék is lesz, de viszont lesz szárított kanabiszod. Hát öcsém, nem mondod, nagyon durva. Ez meg, ez az üvegház, ugye? Ide kell vinni Fox Farm Soil-t, ez szerintem ennek a direkt, ennek a való ilyen trágya, meg ilyesmi. Klónokat, ide ugye be, ide behozod a izéket, a palántákat, és a vizet, meg ezeket, és akkor innen lesz neked a harvestet kanabisz, és ugye a harvestet kanabiszt tudod vinni a szárítóba, és utána meg tudod vinni a metélőbe. És itt meg tudod magát növelni. Tehát ide, itt tudod a izét csinálni. Ide hordod be a mit tudom én, mi kell neki, itt ugye nem írja. És akkor itt nő, itt az üvegház. De ugye volt egy másik is, amelyik ilyen komplexebb dolog, aminek meg is tudjuk nézni, hogy mi kell. Víz kell neki, cannabis seed, és harvestet cannabis. Ja, ez egy olyan, hogy itt nem, nincs szükség a palántázásra, hanem egyből, seedből, magból lesz neked harvestet cannabis. Tehát itt nem kell azt csinálnod, hogy palántázol, hanem itt instant lesz neked kész hárított kanabiszod. Ezt nem tudom, beszarsz meg. Ez komolyan mondom. Itt meg ugye ez a mézes dolog. Ide mézt kell behoznod meg. Ja, itt van a hulladékot meg a mézt behozod ide, és akkor cannabis honey lesz. Mézed lesz, cannabis mézed lesz. Beszarom, komolyan mondom. Ez brutál, betegek, akik ezt csinálták. Hogy egy ilyen minőségű, szóval szerint egy DLC-t létrehozni, az a durva, érted? Oh my god, mi a franc? Ez mi? Mi ez a lánc, öcsém? Jézus Isten! Izé, ilyen fényrendszer. És ez mi? Ne! Best, mi a franc? Mi a franc? Lámpát, bekapcsolod neki? Úristen. És úristen. És ez mi? Itt keletkezik. Aha, itt tudod grow-olni, de hol van ez? Na, ezt kerestem. Ide is kell minden. Cannabis klónokat. Aha, ez egy nagyobb ilyen növesztő. Nagyobb növesztő. És akkor ezeket behozod, és akkor ez belőle harvested cannabisot. Ilyen szüretelt, vagy ilyen leszüretelt. Igen, ide, ugye be kell hozni mindent, ez kész. Na, nézzük meg akkor mi ez. Ez a cannabis olaj, ugye, gyár. Amiben ezért kell, cannabis kell behoznod, meg dízelt, és akkor cannabis olajad lesz, meg CBD olajad. És ezeket tudod eladni. Ami ugye valószínűleg meg jó árban van. Majd mindjárt megnézzük az árakat, hogy mennyibe megy. Jó, itt voltunk, és itt vannak a különböző kereskedők, talán ez mi? Ez mi a szar, gyerekek? Ez nem is tudom, ez mi volt. Kuka. Még kuka is van itt. Nem mondod? Nem tudok bemenni? Ja, várjál, itt mindjárt tudom nézni. Ez egy kereskedő lesz egyébként szerintem. Nem! Ez a izé. Nem. Liszt, cukor, izé, vaj kell, cannabis vaj kell, cannabis kell hozzá. Itt egy csomó minden kell, ugye már cannabis vaj is kell. És akkor itt sütit. Sütit csinálnak. Ez egy ilyen sütigyár. Füves sütigyár. Ezek bolondok, akik ezt csinálták, de
De azért volt itt meló ebbe bőven. Gyártási arány kezelése. Na, ide dízel kell, meg kövek. És Foxpan szóil lesz. És akkor itt lesz ez a nem tudom, trágyája, vagy valamilyen, amivel tudsz. Aha, jó. Ez jó. Kövek kellenek hozzá, de beszarás. Kövek? Nagyon durva. Na, menjünk tovább. Van Starbucks. Ja, meg ez is a parkolója. És ez ide meg milket, az a cukrot, kanabisz, szek, ez nem tudom mi ez, talán nyesedék, vagy nem tudom mi, csokit. És akkor kávé, ez egy ilyen kafésap. Nagyon durva. Nagyon jó. Gyerek, mennyire összetett, nem? Mennyire összetett. Ő meg mi volt? Te, és ja, itt van a izaje, itt a cannabis milk és a cannabis butter. Tejet és vajat tudsz létrehozni itt. Be se nézek az épületekbe, mert lehet, hogy be lehet menni, de olyan hülye képer, hogy pörög, mint az állat. Ez mi volt megint? Nem lehet bemenni? Nem lehet, a csomóban nem lehet bemenni egyébként. Ez mit termel? Aha, gyapjúból. Ez érdekes, hogy gyapjúból meg kanabizból termelhet ilyen, nem tudom, ilyen tekercs, valamicsoda, fabric rolls, nem tudom az mi. Ja nem, ez tudod mi, ez a papírja szerintem, fabric rolls, és a sodróba kell majd ez. Itt lesz, itt a rav. Azt voltunk, ugye? Fox Farm? Nem voltunk a Fox Farm-nál. Ez mit csinál már megint? Műtrágya kell, és Fox Farm Grove Big Fertilizer. Műtrágyával át tudod alakítani ilyen trágyával. Nagyon, nagyon meg vannak csinálva. Nagyon meg vannak csinálva ezek a helyek. Az a durva, hogy ilyen tök látszik rajta, hogy igényes. Nagyon sok időt töltöttek azzal, hogy ezt így megoldották. Itt mi van? Cannabis papír, cannabisból. Nem, itt a cigi, látod? Egy jointot lehet! Nagyon jó, gyerekek, jointot tudsz tekerni! Ez egy ilyen tekerik a jointot dolog. Nem lehet bemenni, egészen volna, hogy tekerik a jointot. Őrület, hallott. És itt, ez mi van? Ide rak, ide, itt gyűlik majd a joint. Valószínű, és tök jó a lámpa, meg minden. Á, nagyon ott van. Nagyon meg van csinálva, gyerekek. Imádom. Na, még a másik oldalon van ám. Brutális, és egy ilyen komplex, nagyon komplex termelési láncba nyilvánul meg az egész. Tehát nem csak ilyen, mit tudom én, ilyen hótgagyi tényleg, hogy ugye 19-ben ilyen nagyon gagyi, hogy van egy ilyen. Ez mi akar menni? Megint? Ez lehet, hogy csak ilyen decoration. Nem decoration, bazza, nem decoration. Ez mi volt? Ez egy ilyen, ez lehet, hogy egy üzlet, ahol adják el, nem tudom, ezt nem néztem meg, és sajnos nincsenek ízeje. Ha ez is egy üzlet. Ilyen lámpát azt bekapcsoltuk. Fagyi, van itt minden. Ez mi? És a lámpát, tök jó ilyen, ne mond, megőrülsz. Bundi, ezt remélem látod. Azért ez, itt, vannak őrült emberek, nem? Ez szerintem egyébként nagyon ilyen üzlet, ahol konkrétan eladási pont. Nem? Én arra tudnék gondolni. És itt az automata. Ne, van automata. Hülye vagy. És ezt pont kikapcsoltam, bárjál. És ez mi? Át tudod állítani, hogy beton vagy fa legyen, hogyha neked jobban tetszik, megőrülsz. És akkor itt. Lopjál valamit neked, megőrülsz. Put them back. És vissza tudod rakni. Öcsém. Nem lehet elrántani, vagy valami csoda? Ide csokit ide tudod hozni. Nagyon jó. Szóval nem nagyon engedi fölvenni, vagy nem tudom. Ja, meg ott a joint, figyeld, mekkora joint a köcsém, akkora trombita, mint az Isten nyila. Nagyon állat. És akkor ez mi?
Ez meg ilyen, áh, milyen fa? Ez mi? Várjál, most a kutyát nyektetem szerintem, hogy mi a franc? Be tudod kapcsolni a grillt? Oda nézzé. Vagy be tudod fordítani a grillt? Meg tudod gyújtani a grillt? Köszönöm szépen. Tudsz zenét kapcsolni? Szart lehet még. Ruhatár megnyitások. Esküszöm, komolyan mondom, halljátok! Is vegyenek példát a készítők, és most tök mindegy mi a téma, hogy kanabisz, vagy bármi, hanem így kell megcsinálni egy fanmade DLC-t, gyerekek. Így kell megcsinálni egy fanmade DLC-t, hogy ennyire szártágazó és érdekes és tök izgalmas, meg a grillt is begyújthatod, meg itt a haverokkal tudtok idejéni lazulni, érted? Multiba. Á, őrültek, őrültek. Ide meg, ez valami aprító. De miért? Á, várjál már, mindjárt. Ha a kanabisz szídet tudsz csinálni, hisz kell neki meg arvesztett kanabisz, és akkor magot tudsz csinálni. Ami ugye kell. Ah, de jó. Érdekes, ez ilyen jó lepukkat. Pigroló track. Biztos egy csomó utalás van, gyerekek. Az biztos. Minden 4-20. Várjál, ja, itt voltunk. Itt volt. Nem, várjál. Igen. Várj, ez mi az Isten nyila megint, ez a hatalmas valami? Ez meg mi az állat? Játék, tévé, meg minden. Mi a franc egy gyerek? Meg kell kapcsolnom itt a világításnak. Nem tudom, mi ez. Ne! Nem mondod! Hülye vagy? Hát nem mondod, ez mi? Ez ilyen csomagoló üzem, vagy mi a szava? Egy csomó mindent nem veszek észre, tuti gyerekek. Kikapcsolom, bassza. Beszart. Világítás, oké. Mindjárt ránézek, mi a szart lehet itt csinálni. Szerintem itt kom... Itt figyelj, itt lehet izélt. Vágott kanabiszból és dízelből kanabisz, szekket, ez nem tudom, mi az a kanabiszek, kanabisz seedet lehet csinálni. De ez nem mondom, ez ilyen kis gyárcska. De az a brutális, gyerekek, komolyan mondom, hogy brutál összetett, iszonyatosan igényes, ennyire igényes ilyen modpakot nagyon-nagyon ritkán látni. Aki készítette, baromira le a kalappa. Azért itt volt, itt volt, volt. Volt meló, nem gyerekek? Itt volt meló. Ez méletlen. Na jó, a gyerekek, nem akartam ezt hosszúra húzni, most nem akarok nekiállni így ezzel foglalkozni, de mi az a pici disznó? Van-e ilyen játéka, meg ilyen lazulós hely? Hogy mi vagy? Bolondok, akik ezt csinálták, de nagyon állat. Hát le a kalappa, gratulálok. Meg szól a rádió. És akkor ott lekapcsolod, érted? Itt lehet, sütögethettek a haverokkal. Itt van, ide hozzátok az automatát, meg minden. Há, milyen vagy. És várjál, nem lehet ezzel... Ki lehet oltatni. Azt nézem, hogy az a... Nem, már nem lehet semmi. Azt gondoltam, hogy a teával lehet be valamit izelni. Meg lehet kóstolni a teára, vagy valami. Na, gyerekek, én ide leülök. Aztán itt a grill mellett, itt elbúcsúzok tőletek. Hát ez péletlen, epikus. Komolyan, le a kalappal. Ilyennek kell lenni egy komplet. Hát ez DLC-nek nevezhető dolog. Egy fanmade DLC. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!